Megérkeztem a Pilisbe. Itt vagyok most a... mindjárt mondom, hogy milyen csárdánál. Hol van? Ott. Kopár csárdánál. Innen fogok felmenni majd a nagy kopaszra, egészen a Dévényi Antal kilátóig. És közben majd megpróbálok egy-két értelmes dolgot mondani. Nem biztos, hogy menni fog. Hadd ne mondjam, hogy miért nem külföldi videót csinálok le, és összem ezt a szart, és akkor talán majd érteni fogjátok azt, hogy miről is pofázok. Munkámból adódólag elég sok szabadidőm volt mostanában, ugyanis nem dolgoztam semmit. És ismét rájöttem arra, hogy a túrázás és a természetjárás mennyire fontos, és hogy mennyire ki tud zökkenteni a komfortzónából. Ezért gondoltam, hogy fogok egy kamerát, és hogy a hosszú bezártság után újból elkezdek videózni. Egyébként itt majd a videó alatt, vagyis a videó közben majd elrejtek egy ilyen kis cetlit, ezt itt, majd valahova, és aki megtalálja, az első megtaláló, majd kap egy ajándékcsomagot, majd kiküldöm neki. Ez itt a leánykökörcsin, vagy más néven kikirics, Magyarországon védett, eszmei értéke 10.000 forint, de nem is ajánlom, hogy leszedjétek, mert mérgező. Kiszállítva egyébként elveszíti ezt a mérgező hatását, fejfájásra jó. A tehenek legelés közben, hogyha megeszik, akkor a tejmirigyük begyullad, amitől ilyen rendkívül kívánatos véres tejet produkálhatnak, de akár bele is halhatnak. Egyébként amúgy azt hiszem még ekcémát is okoz, de ebben nem vagyok biztos. Találtam is egy új növényt, mutatom is, tavaszi hérics, Magyarországon védett, eszmei értéke 5000 forint, hogyha ebből valaki egy jó erős tehát csinál, és ezt megissza, akkor megáll a szíve. Most március, április környékén ezeket a növényeket ugyanúgy meg tudjátok keresni, sőt itt végig az úton szerintem talán pont ugyanazokat is fogjátok látni, ahol én jártam. Innen már akkor egyenesen megyünk fel egészen a kilátóig, és akkor utána el is tudom ott rejteni majd ezt a kis lapocskát. Na hát itt látszik is egyébként, hogy a vihar milyen károkat okozott. Ott arra látható mögöttem, és itt, hogyha előre nézünk, akkor itt látszik, hogy sorba csak kidőlt fák vannak végig. Kilátó ott van mögöttem, és ebbe a kis papírlapba egy ilyen hatalmas most QR kód van. Nem véletlen takarom el az ujjammal, hogy ne tud beolvasni a videó alapján. Ezt itt fogom elrejteni valahol ezeknél a szikláknál, majd itt kell keresni egy átlátszó nylon zacskóba. És ez a hatalmas QR kód tartalmaz mindent, hogy ezután mi a teendőd, és utána pedig már küldöm is neked az ajándékcsomagot, vagyis aki legelőször megtalálja. De szerintem most tényleg nagyon fontos, hogy az emberek egy kicsit kimozduljanak, és kicsit levezessék a hétköznapi feszültségeket, és az a túrázás szerintem éppen megfelelő erre. És ennek az egésznek a lényege az lenne, hogy egy kicsit úgy mutassam be a természetet, ahogy még eddig talán nem láthatták az emberek, és hogy egy kicsit közelebb hozzam a hétköznapi emberek számára a természetet, hogy kicsit otthonosabban mozogjanak benne, és itt nem pont erre értem, hanem arra, hogy ne azért ne szemeteljenek az emberek, mert valaki egyszer azt mondta nekik, hogy nem szabad szemetelni, hanem hogy
észrevegyük azt, hogy mi vesz körül minket, és kicsit, hogyha szerintem jobban megértik az emberek, hogy mi veszi körül őket, akkor talán jobban is oda fognak figyelni rá. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, meg lájkold, meg ilyesmi. Császtok!